Sljedeća nam je govornica Eva Vukašinović i kolega. Dragi đaci, nećete mi zameriti oni koji ne razumeju, ja ću na mađarskom da nastavim, imajući u vidu da je ombudsmanka pričala na srpskom. Istu priču, iz mog aspekta, suština ista. Kad baš dijak, ok, moš mađar upravo besjelni, hoj, valahogy le, egyenlítsük ezt az egyenlőtlenséget, amit már ugye, amikor még én tudom magyarul itt veletek beszélgetni. Ugyanezt a mesét mesélem el, amit az Anikó szerből. Tehát arról van szó, hogy vannak egyes helyzetek az életben, amikor, és egyre jobban előre törnek, amikor valahogy választanunk kell, hogy mi vagyunk. És itt van egy olyan kategória a vajdaságban, amely kevert, vegyes házasságból származik, akiket valahogy az utóbbi időben beskatujáznak. Döntenük kell ugyanis, hogy magyarok, vagy szerbek, vagy szlovákok, vagy más nemzetiségekről tartoznak. Ez a kisfiú, aki itt volt a filmben, ez az én kisfiam. És ez a mese, amit mesélt, ez egy nagyon tanulságos mese volt. Mert amikor óvodába járt, akkor magyar óvodába járt, és nem tudom, valahogy kint játszottak az udvaron, és talán összeverekedtek, vagy valami volt, és kérdeztem, hogy hát Péterke, te milyen volt ma az óvodában, azt mondta, hogy jó volt, de hát mi összeverekedtünk. Hát kivel verekedték Péterke, ezt a szerbekkel? Hát mondom, de te mi vagy? Akkor kérdeztem meg először, hát azt mondja, hát magyar. Ugye, akkor az általános iskolában szerb osztályba iratkozott, mert hát azt is ugye meg kell tanulni, és most látjátok, gimnáziumban magyarul készül. Mindig nehezebb volt neki, mint a többinek, mert mindig kétszer annyit kellett neki dolgozni és tanulni, hogy valahogy megmaradjon, ugye a nyelvben is, meg másban is. És én segítek neki, amennyit tudok, meg járunk magán magyarórára, hogy bekótoljuk azt, amit az általános iskolában nem tudott megtanulni. De itt feltevődött az a kérdés, hogy miért nincs joga mondjuk a Péterkének két nyelven tanulni. Ugye? Ez nincs megadatva neki, hanem valahogy beskatujázzuk, tehát saját magának el kell dönteni, hogy mi az identitása, és az nem lehet, hogy semmi, vagy mind a kettő egyszerre, mert ilyen opció nincs. Tehát ezen keresztül is nagyon fontos a toleranciát vizsgálnunk, az egész témáról gondolkoznunk. Ez mondjuk azért jó példa, hogy észrevegyük, hogy a magyarok, szerbek, más katujákon túl van még egy kategória, amivel senki, de a társadalom, az államok nem tudjuk. Tehát ennyit, hogy szerettem volna elmesélni, és aztán várom, hogy azért a magyar diákok is bekapcsolódjanak a vitába. Köszönöm szépen. Pál Ajka. Zato je da grozi njima, ja nažalost ne znam mađarski. Eto, morat ćete da naučite da vi... Da, za njim nije bilo mađarskog jezika društvene sredine, ni onih zlatnih 80-ih. Da, mislim da nije bilo... Probala sam posle da učim, ali jako teže, da je sa mojim džacima iz mađarskih odeljenja, ali teško nije. Pa dakle, o tome sam pričala samo par rečenica, isto o tome što je Janiko, isto je priča, ovaj lični primer da za opredeljivanje, za imperativno što se sad moramo predeliti šta smo da bi mogli da budemo pripadnici određenim grupama, a da ranije to nije bilo tako i da mislim da moramo o tome da razmislimo zašto se neke stvari menjaju. Hvala.